Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves fiatal, köszöntelek, örülök annak, hogy a második online hittant is meghallgatod. Egy hete az apostolokról beszéltem. Arról a 12 férfiról, akik Jézus Krisztusnak a legszűkebb baráti és munkatársi körét alkották. Ők voltak azok, akik szemtanúi, fültanúi voltak Jézus csodáinak és tanításának, és miután az Úr fölment a mennybe, miután kiárasztotta rájuk a Szent Lelket, tovább vitték az ő örömhírét Jeruzsálem lakóinak, a választott nép tagjainak és az egész világnak. A 12 apostol neve a következő: Péter és az ő testvére András, Jakab és az ő testvére János, Fülöp, Bertalan, Máté, Tamás, Jakab, Simon, Júdás Tádé és az Iskarióti Júdás, aki Jézust elárulta. Az evangéliumok beszámolnak, hogy a 12 apostol mellett Jézus kiválasztott tanítványokat is, egy tágabb tanítványi kört, a 72-t, akik szintén hallották az ő örömhírét, és akik szintén megbízást kaptak arra, hogy ezt továbbadják. Mindjárt egy evangéliumi részletet elolvasok, és ezzel bemutatom az ő működésüket. De miért oly fontos a 72 tanítvány? Három dolgot szeretnék kiemelni. Azért, hogy fontosak, mert Jézus föltámadása után nem csak az apostoloknak jelenik meg, hanem a tanítványok közül is néhányuknak. Az Emmauszi tanítványok Jézus tanítványi köréhez tartozhattak. Azért is fontosak, mert miután Jézus fölmegy a mennybe, Péter apostol, aki az apostoloknak a vezetője, szólásra emelkedik és elmondja apostol társainak, hogy a 12 közösségét, az apostoli kollégiumot helyre kell állítani. Júdás apostol ugyanis miután elárulja Jézust, miután szembesül az ő vétkével, azután öngyilkos lesz, és az ő helyébe valakit választani kell, és az apostolok olyan valakit választanak, aki mindvégig tanúja volt Jézus tanításának és a feltámadásnak is a tanúja. Olyan körből választottak, akik ismerték Jézust a tanítványi körből. Így került Mátyás apostol a tanítványi, az apostoli közösségben. És harmadsorban azért is fontosak számunkra, mert valószínűleg, hogy a két apostol evangélista mellett, János és Máté mellett, akik direkt látták Jézusnak a tanítását, és ezért tudták leírni Jézusnak a működését, a másik két evangélista, Márk és Lukács, a tanítványi körhöz tartozhatott, és így ismerték meg Jézusnak az életét, és írták le, illetve úgy, hogy az apostolok igehirdetéséből ők maguk is hallották. Azért feltételezzük, hogy a tanítványi körhöz tartozhattak legalábbis Márk, mert a keresztény hagyomány úgy tartja számon, hogy Jézus az utolsó vacsorát Márk tanítványnak a családi házában költötte el. Elég kizárt, hogy Jézus egy ilyen fontos eseményt, ahol a papság szentségét és az eukarisztiát megalapítja, egy idegennek a házában töltötte volna el, ha Márk tanítványnál, evangélistánál volt, akkor ezt azért tette, mert már régebb óta ismeri. Lukács evangéliuma beszámol a 72 tanítvány kiválasztásáról és küldetéséről, ezt olvasom föl nektek. Ezek után az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába. Menjetek, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van, mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra.
Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, hirdessétek. Közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok, még a port is lerázuk, ami városotokban a lábunkra tapad, és azért, de azért tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé. Mit hallottunk Lukács evangéliumában? Először is azt hallottuk, hogy azután Jézus elküldi az apostolait, hirdessék azt, amit már tőle hallottak, vigyék tovább, adják tovább az ő örömhírét még Jézus életében, és ezután választja ki a 72-t, vagyis szorosan összefügg az apostoloknak a küldetése és a tanítványoknak a küldetése. Lukács evangélista ezután azt mondja Jézusra vonatkoztatva, az Úr. Amikor Jézusról így beszél, akkor azért teszi ezt, mert az Úr kifejezés a Szentírás használatában nem feltétlenül a gazdag emberre vonatkozik, hanem a jó Istenre. Jézus, ha az Úr, akkor Istennek a küldöttem, Istennek a fia. A második isteni személy, ahogy mi ezt valljuk. Ezután arról hallunk, hogy 72-t választ ki Jézus. A 72-es szám az Ószövetség gondolkodásában fontos, mert kifejezi a teljességet, az egészet. Jézus ezáltal, a 72 által kiválaszt olyanokat, akiket mindenhová, az egészhez, a teljességhez, az egész világhoz küldeni akar. És ezután arról hallunk, hogy kettesével küldi őket, hogy hirdessék az evangéliumot. A zsidóknál egy embernek a tanúsága nem volt hiteles. Szükség volt arra, hogy legalább ketten ugyanarról beszéljenek, és így nyert hitelt az a dolog, amiről ők beszéltek. Kettesével küldi őket Jézus, mert ezáltal akarja az ő tanításának a hitelességét biztosítani. Azt mondja továbbá az evangélista, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Jézus Krisztus elkezdte az ő működését, elvetette az isteni igéket, a tanítványok és az apostolok azok, akik az ő aratásába, az ő munkájába be kell kapcsolódjanak, azért, hogy tovább vigyék Jézus Krisztusnak a működését. És Jézus azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. A mi keresztény katolikus hagyományunkhoz tartozik, hogy imádkozunk azért, hogy Isten küldjön olyanokat, akik az evangéliumot és az örömhírt továbbadják nekünk. Pontosan emiatt, a szentírási részlet miatt. Jézus mondja, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az ő aratásába. Ezért imádkozunk mi is azért, hogy Jézus újra és újra küldjön olyanokat, akik továbbadják nekünk az örömhírt. Ezt azért tesszük, mert mi magunk is mások által kaptuk meg Krisztusnak az üzenetét. Megkaptuk a családunkon belül, de megkaptuk azokon a papbácsikon, hitoktatókon, szerzeteseken keresztül, akik nekünk Jézusról, Istenről beszéltek. Ha mi ezt a kincset megkaptuk magunk számára, akkor nekünk is kötelességünk, hogy legalább az imádsággal tegyünk azért, hogy majd a későbbi koroknak a gyermekei, emberei is megkapják Jézusnak az örömhírét, legyenek olyanok, akik hirdetik számukra az örömhírt. Mi minden hónap első szombati napján imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Talán ez lehetne egy feladat, egy házi feladat számodra, hogy próbálj imádkozni azért, hogy a Jóisten küldjön papokat és szerzeteseket, hogy mindig legyen elegendő olyan elhivatott, aki Isten országáról, Istennek a tanításáról, szépségéről beszél nekünk. Imádkozzál azért, hogy legyenek olyanok, akik hirdetik az evangéliumot.
legalább egyszer egy hónapba, de ha többször imádkozol, hidd el, hogy a Jóisten szívesen fogadja és meghallgatja azt az imádságot. Nagyon jól lehet látni, hogy ahol imádkoznak hivatásokért, ott a Jóisten megadja a hivatásokat. Arról hallottuk aztán utána, hogy Jézus azt mondja, hogy ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se pénzt, ne vigyetek magatokkal ilyen dolgot, mert elsődleges helyre kell helyezni az evangéliumnak a hirdetését. Nem a külső dolgok, amelyek lekötnek téged, ne az legyen a fontos, hanem a tanítványnak a feladat az, hogy koncentráljon Isten országának az örömhírére, annak a továbbadására. Kedves hittanos! Ezzel a hittanórával azt szerettem volna bemutatni, hogy Jézusnak mindig szüksége volt olyanokra, akik meghallgatják az ő tanítását, és továbbadják. Ezért választott ki apostolokat, ezért választott ki tanítványokat, és legközelebb pedig még a nőkről beszélek, akik szintén Jézusnak a társaságában voltak, és hallották az ő tanítását. Azért választotta ki őket, mert rajtuk keresztül akart később tevékenykedni. Minket is, téged is, engem is. Azért választ ki Jézus, hogy ne csupán személyesen, saját magad számára ismerd meg Istent, és ezzel megelégedjél, hanem azért is választ ki, hogy megismerd őt, de ezt továbbad másnak. Imádkozzál legalább azért, hogy legyenek olyanok, akik továbbadják, de hogyha te magad is jó példáddal és szavaiddal tovább tudod adni Jézusnak az örömhírét, az evangéliumot, akkor biztos te is Jézusnak a tanítványi köréhez tartozol. Örülök, hogy meghallgattál, jövő héten újra találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!